Én is mindenkit üdvözlök, nagyon sok szeretettel. Ezt először innen kikapcsolom, és az enyémet meg bekapcsolom, és akkor már neki is kezdünk. Tehát én Nádori Gergely vagyok, a. a Alternatív közgazdasági gimnáziumban tanítok természetismeretet, néha biológiát, néha robotikát, mikor éppen hogy adódik. Amiről én most szeretnék beszélni, az egy borzasztó érdekes projektgyűjtemény, amihez bárki hozzáférhet és használhatja, főleg a természettudományokat, matematikát és a informatikát oktatók számára lesz ez érdekes, de szerintem tanulságos lehet bárkinek a megközelítés miatt megnézni azt, hogy miről esik itt szó. Gyorsan mutatom is, hogy mi az a weboldal, amit igazából meg fogok mutatni. Ez a Microsoft oktatási kezdeményezésének a keretében jött létre. A címe az az, hogy Hacking STEM, ezen a címen el lehet érni, és könnyen lehet, hogy akkor most itt be is fejezhetjük, mert mindenki menjen el ide és nézze meg. De azért ennél én egy picit többet szeretnék mondani róla. Ugye a hackkelés mit jelent, azt valószínűleg mindenki tudja. Ez a STEM, ez egy olyan rövidítés, amelyik azt jelenti, hogy természettudomány, technológia, mérnöki tudományok és matematika együtt. Ezt egy nagy tantárcsoportként szokták kezelni, és ez az, amit a legtöbben úgy gondolják, hogy ennek a fejlesztésére van szükség, hiszen az ilyen irányba tovább tanuló diákok azok, akik biztosak lehetnek abban, hogy jó állásuk lesz. Ha megnézzük, hogy mi is ez a, ez a hackingstem oldal, és akkor én el is mennék oda, hogy, hogy bemutassam. Tehát így néz ki maga az oldal, hogyha az ember felmegy rá, és itt akkor most gyorsan kérdezem az Attilát, hogy, hogy lehet-e látni az oldalt magát. Igen, lehet. Vagy továbbra is a... a... a én hardpointon van kivetítve. Ú, ez nem könnyű. Mert én meg itt nem férek hozzá a chathez. Lehet látni, lehet látni, Jó, lehet igen. Látni. Remek. Jó. Jó. Tehát így néz ki maga az oldal, ami ezen a uh, aka.ms uh, aka per hacking uh, részen lehet elérni. És itt vannak ezek a projektek uh, egyenként, amiket uh, majd be is mutatom, hogy melyik nagyjából mit tud, meg a saját tapasztalataimat is velük kapcsolatban, mert elég sok van, amit én ki is próbáltam. A, uh, igazából a, az egésznek a lelke az két dolog. Az egyik az egy Excel bővítmény tulajdonképpen. Abból nőtt ki maga ez a kezdeményezés. Ez az Excel bővítmény úgy hívják, hogy projekt kordoba, és mutatom is, hogy hogyan néz ki, hogyha itt van egy Excel file, és az ember ezt a bővítményt feltelepíti, akkor itt megjelenik egy újabb fül Project Cordoba néven, és az USB porton keresztül lehet eszközt csatlakoztatni a Excelhez, és hogyha utána ide, hogy start data megy az ember, akkor az USB porton keresztül beérkező adatokat az Excel befogadja, és utána értelmezi, és csinál vele bármit. Tehát a, a kezdet az ez volt, hogy, hogy össze tudjuk kötni uh, USB porton keresztül a, az Excel-t uh, valamivel. Hogy mi ez a valami? Ez a valami, ez az esetek legnagyobb részében uh, egy mikrokontroller, méghozzá többnyire egy Arduino mikrokontroller, de eszembe jutott, hogy erről van is nekem egy ilyen szép uh, uh, diám is. Tehát, hogy ami, amire itt szükségünk lesz, az a, a Project Cordoba plugin, meg egy Arduino uh, mikrokontroller, és hogyha Bárki uh, itt most akkor elkezd azon gondolkodni, hogy na jó, jó, de honnan van az embernek Arduino mikrokontrollerje, akkor azért azt tudom mondani, hogy ez nem egy, uh, nem egy rettentően drága holmi. Itt látható a AliExpress nevű csodálatos oldalon egy uh, uh, kezdő készlet. Amelyikben már egy breadboardot, meg ilyen pontkábeleket is kap az ember, az 8 dollárba kerül, tehát nagyjából olyan 2000 forintból jön ki, és ez ingyenes szállítással együtt, egyet kettőt azt gondolom, hogy az ember még akkor is meg tud venni, hogyha ezt akár a saját pénztárcájából kell finanszíroznia. A, tehát, hogy ez a, a lelke tulajdonképpen ezeknek a projekteknek, amikről itt szó van. Az Arduino mér különböző dolgokat, vagy legalábbis juttat el adatokat az Excelnek, és aztán az Excel dolgozza fel ezeket. A... Maguk a projektek, azok úgy épülnek fel, és akkor itt például ként egyet fogok kiválasztani a, ezt a ö, telegráf ö, projektet. hogyha megnézzük, akkor itt lehet látni, hogy ö, itt van, hogy nagyjából mi az alapötlet, az alapötlet az az, hogy hogyan lehet kommunikációra használni a elektromosságot. A következő az az, hogy körülbelül mennyi időre van szükség, mekkora a költsége, hogyha a mikrokontrollert ugye nem számítjuk, és hogy milyen tantárgyakra, meg hogyan kapcsolódhat mivel. És akkor azt lehet látni, hogy hogy van egy OneNote file, amiben le van írva az egész, szépen lebontva, hogy mire van szükségünk, de ezt egy PDF-ként is letölthetjük innen. Van egy külön Excel, amit ehhez készítettek, van egy lista a szükséges ö, eszközökről, hogy mire lesz szükségünk, és ö, van az Arduino kód, amit ö, az Arduino-ra fel kell töltenünk ahhoz, hogy a dolog működjön. És akkor megmutatnám, hogy körülbelül hogyan épül fel egy ilyen ö, ö, részletes leírás a diákoknak. Uh, és azt is gondolom, hogy nem kell senkinek megijednie azon, hogy ezek angolul vannak, mert hogy annyira egyszerű és annyira lépésről lépésre dolgokról van szó, hogy uh, minimális angol tudással is lehet uh, ezt követni. Tehát ugye miről van itt szó? Először a legelső dolog az az, hogy a diákok készítenek egy analóg uh, telegráfot, uh, amire ezekhez a dolgokhoz lesz szükségük, valami kartondarabra, egy csipeszre, és ilyen részhúzalra, sziget, tekercselő húzalra. Itt megint itt találjuk pontosan a leírást, hogy mi mindenre lesz szükségünk. És akkor itt van a, hogy, hogy mit csináljuk, ragasszuk fel Először a csipeszt, utána a két drótot helyezzük így el. A tapasztalatból mondhatom, nincs szükség ilyen tömör drótra, ugyanolyan jól lehet működtetni ö, ilyen többeressel is. Ö, ö, és akkor utána így igazából egy kapcsolót készítettünk, és utána készítsünk el egy egyszerű ilyen ö, ilyen áramkört, ahol a kapcsolóval egy ledet tudunk működtetni, egy ledet kapcsolunk ki be. És akkor már is megvan a, hát a jelzőlámpánk, ugye egy ilyen analóg dolog. A következő feladat az az elektromágnes készítése. Itt megismerkednek a, az elektromágnesességnek a fogalmával a diákok, ugye legalább 50-szer teker körbe tekercselik, és akkor utána meg lehet nézni, hogy egy génkapcsot ez felemel. És ez a következő, hogyha megnézhetjük, hogy mit emel fel, mit nem emel fel, tesztelhetjük a, a mágnest. A következő az már az lesz, hogy akkor készítsünk egy hangszórót, ehhez ugye kell egy mágnes, a mágnes köré a tekercset készítünk, ezeket az ember rá szigszalagozza, vagy nem is szigszalagozza, hanem celluxozza egy műanyag pohárra, és ugyanevel a rendszerrel, hát itt azt fogjuk hallani, hogy amikor bekapcsoljuk, kikapcsoljuk, akkor ilyen kis pattogó hangot ad ki, de kiad hangot. Én tapasztalatom az az volt, hogy jobban működött, amikor két-három voltos elemet kapcsoltam hozzá, és nem pedig csak egyet, akkor, akkor jobban hallatszott a hang. És ezután a következő az az, amikor az arduino is berakjuk ide. Gergely! És ehhez már itt látható a... Itt van egy kérdés, ami föltett egy kolléganő, hogy uh, mikrobittel, mikrobittel működik -e ez? Nem, nem, nem. A, a mikrobitnek az a baja, hogy az annak a, 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 soros kimenete nem megbízható, nagyon gyakran megszakad. Én erre kérdeztem, hogy, hogy, hogy miért nem mikrobit. Két oka volt ennek, hogy miért nem mikrobittel dolgoznak. Egyrészt, amikor elkezdték ezeket a projekteket, akkor, akkor még nem működött tökéletesen a mikrobi, vagy nem volt egyáltalán mikrobit, és azóta is a soros kimenete az, 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 azon valamit kellene buherálni, hogy igazán jól működjön, úgyhogy ezért maradtak az Arduino-nál. És aztán azt majd látni fogjuk, hogy, hogy vannak olyan projektek, amik sokkal jobban kihasználják az Arduino lehetőségeit, tehát hogy az öt volt, az kell hozzá, meg hogy sok dolgot lehet rá kapcsolni, és így tovább. Úgyhogy a mikrobitán nem működik. Én magam néztem, tehát azért lehet, lehet ezt a projekt kordobát használni a mikrobittel is csak időről időre lehajítja. Ha ez így jó, válasznak. Tehát a, a, és akkor így néz ki maga a, egy Excel, láthatóan nagyon szépen meg van csinálva, itt van, hogy a makrókat kapcsoljuk be, amikor elkezdjük, és hogy indítsuk el a... a, a Project áll, hogy az működjön, és akkor így néz ki, és két dolgot lehet, én itt beírhatok egy szöveget, akkor azt lefordítja nekem ö, rögtön morzéra, és ö, amint azt mondom, hogy küldje ki, akkor ö, itt már rendes kis hangot adva, mert hogy rezekteti a, az Arduino a ö, mágnest, ö, ö, leadja ezt a hangot, vagy azt is mondhatom, hogy én a kis Csipeszel írok be szöveget, és, és akkor azt szeretném látni, hogy azt dekódolja nekem, hogy az morzéban mit jelent. És én ezt kipróbáltam, a diákjaimmal ezt az egészet megcsinálni, az durván hát ilyen 120 perc volt körülbelül. Tehát olyan három tanúra alatt ezt végig lehet velük csinálni. Tehát ez az ez a első, amit meg szeretnék mutatni. A, és hogyha itt végig nézzük, akkor itt van a leírás arra, hogy hogyan rakja fel az ember az Arduino-ra, az Arduino programot, hogyan kösse be és aztán hogyan használja a, a Excel-t. És uh, utána még hosszas leírások is vannak magáról a morze kódról, hogy az hogyan működik, és milyen jelek miként vannak benne. Uh, a következő, amit uh, megmutatnék, uh, mert hogy az is borzasztóan érdekes, meg izgalmas. Az ez, ezt én szintén megcsináltam diákokkal, nem az egészet egyébként tenném hozzá, hanem csak a felét, ahol igazából egy sebességmérőt lehet készíteni ilyen kis autóknak, ilyen matchbox-szerű autóknak, és az érdekessége az az, hogy, hogy mindenél egyszerűbben van megoldva maga a mérés. Ugye ez általában az ilyen olyan eszközöknél többnyire fénykapukkal szokták megoldani. Itt ennél is sokkal egyszerűbb a dolog. Az autónak a tetejére rászerelnek egy gémkapocsból. Egy ilyen áramszedőszerűséget, és ahogy lehet itt is látni a képen, két csupasz vezeték lóg le. Amikor az autó áthalad, akkor zárja az áramkört, és ennek az idejét méri az eszköz. Tehát, hogy ez, a, ez az alapja, és akkor lehet sebességet nézni, hogy milyen magasról indítottuk, hogyan változott a sebessége mekkora sebesség kell ahhoz, mi ezt mértük ki a diákokkal, hogy mekkora sebességre van ahhoz szükség, hogy a loop the megcsinálja, tehát hogy azon átmenjen. Utána maga ez a, ez a projekt még úgy folytatódik, hogy a végére lehet egy erőszenzort is építeni, amelyik, amelyik egy ilyen nyomásérzékeny anyagon alapul, tehát a, a nyújtottságától függ az ellenállása, és akkor ebből lehet azt nézni, hogy mennyire van megnyújtva, és azt lehet nézni, hogyha nekiütközik az autó, akkor mennyire nyújtja meg, ebből lehet erőt visszaszámolni, és, és akkor akár a Newton második törvényére is lehet ebből következtetni. Talán az most már többé-kevésbé egyértelmű, hogy ezek mindegyike olyan, amelyik valóban filéres dolgokra épül, valóban filéres anyagokat használ fel, és ráadásul olyanokat, amik kifejezetten biztonságosak, tehát nyugodtan lehet őket ö, ö, iskolában is, kisebb gyerekeknél is használni. Ez a következő, ö, ez azért is érdekes, mert a, inkább kémiához kapcsolódik, valamennyire, meg valamennyire biológiához is, a lényege az az, hogy itt egy vezetőképességmérőt építenek a diákok. Maga a vezetőképességmérő az borzasztó egyszerű, egy ilyen vastag szívószában megy két drót. De itt is nagyon szépen van felépítve maga a projekt, mert az elején abban kezdődik, hogy nézik, hogy mi az, ami vezető, mi az, ami nem vezető. És utána jön az a kérdés, hogy jó, akkor a víz az vezető-e. És itt a, ez, a réz, öntapadós részszalagot raknak vízbe, abba desztillált vizet töltünk, és elkezdünk valami sót adagolni bele, és egyszer csak azt látjuk, hogy a led az felgyullad, mert hogy mert hogy már uh, olyan jó vezető lett a sós víz, hogy uh, kellő feszültség van ehhez. Uh, és utána jön az, amikor már az Arduino-val mérjük a vezetőképességet. Itt ugye van egy kalibráció, tehát hogy uh, érdemes egy, vagy uh, nem is érdemes, hanem kell egy uh, kalibrációs skálát készíteni, uh, ismert uh, koncentrációjú oldatokból, és akkor először azt mérik be, nagyon jó pofán meg van oldva, hogy akkor azt egy egyenesen áll, megnézik, hogy mi a, az egyenes, amelyik fektethető erre, és annak a meredekségét kell megadni a saját méréseinkhez, hogy abból kiszámoljuk, hogy az ismeretlen oldatoknak milyen lehet a vezetőképessége. A igazából nagyon Gyorsan végig mennek azon a diákok, hogy hogy ha van egy mérőeszközünk, akkor azt kalibrálni kell, ez mit jelent, hogyan használjuk fel. Ugye ez nagyon eh, alapvető eh, dolog a természettudományokban, de az iskolai tananyagból azért gyakran kimarad, eh, és utána itt pedig eh, visszakövetkeztetnek arra, hogy mennyire szennyezett az az adott víz. Eh, azt feltételezve, hogy a, 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 a vezető képesség az a szennyezettséggel arányos. A, itt ennek az Excelnek egy részét azt mi sajnos nem tudjuk használni, de az Egyesült Államok területének vízszennyezettségi adatait is térképen azonnal ábrázolja nekünk az Excel, és nézhetjük, hogy, ö, hogy. Ö, Melyiknek felel meg, vagy mennyire felel meg annak, amelyik itt van. Én ezt megcsináltam a saját diákjaimmal, hoztunk mindenféle vizeket, és akkor néztük, hogy a, a, a pocsaja meg a Duna, meg ezek uh, hogyan állnak fel, uh, nagyon jól működött, és amelyik igazán, vagy ami igazán jó pofa volt, hogy egy uh, alapvetően bonyolult uh, koncepciót uh, lehetett nekik. Uh, Könnyen érthetővé tenni. Gergely, mennyi? Mennyi? A mennyi ideig tartott a... ezt, tehát mennyi időt szentel erre a projektre? Erre, ez, a, ez a projekt, ez, ugye nekem 80 perces óráim vannak, és tulajdonképpen Uh, hát ez kétszer 40 perc alatt ment le. Tehát, hogy a, az egyik óra második felében és a következő óra első felében. De uh, nálam az osztály az öt csoportban dolgozott, és uh, mindenkinek volt saját arduinója. Tehát uh, tudott párhuzamosan futni a dolog. Uh, vicces módon a szűk keresztmetszet a ragasztópisztoly volt amelyik, amelyik kért volt a harc. Akkor a következő, amit mutatnék, az is egy nagyon izgalmas projekt. Ebben a diákok először is egy szeizmográfot építenek, a szeizmográfnak a lényege az az, ez a indukciós elven működik, tehát van egy tekercs, fölötte egy mágnes, ha a mágnes megmozdul, ugye, amit így belógattunk, akkor feszültséget fog érzékelni, és, és hát akkor így a rezgéseket tudja érzékelni a, 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 a rendszerünk, de utána tovább megy a... a a dolog méghozzá a valamennyire a földrengés biztos épületekről lesz szó. A biztos sokan tudják, hogy van a Pei 101 nevű épület, amelyik a Tajvanban található. Egy időben talán a világ legmagasabb épülete volt, ha jól emlékszem. Remélem, hogy nem mondok hülyeséget, de az egyik legmagasabb az biztosan. És ez azért nagyon közel fekszik egy, egy törésvonalhoz, földrengés veszélyes helyen. Nem is beszélve be arról, hogy pluszban még a a hurikánok is ott elég gyakran előfordulnak, vagy tájfunok elég gyakran előfordulnak, ezért aztán az épület három emeletét azt egy 70 kilós acélgömb foglalja el, amelyik ott lóg a közepén, pontosan azért, hogy a földrengés esetén a saját tehetetlenségéből adódó ellentétes mozgásával csökkentse a épület kilengését. És tulajdonképpen ennek a modelljét építik meg a diákok. Ugye itt lehet látni lépésenként, hogy hogyan kell ezt megépíteni. Ezt amikor én megcsináltam, ez azért olyan két óra volt nagyjából. De a lényege az az, hogy ilyen magas hurkapálcákon Áll egy tányér, ez az épület maga, és ezt lehet uh, meglökni, lelóg róla Itt ez a csillapító dolog, és attól függően, hogy rakunk-e ilyen alátéteket sújt vagy nem, nézhetjük, hogy mennyi ideig lenki az épület, uh, vagy mennyi ideig uh, nem. Uh, arra felhívom a figyelmet, hogy ez egy picit drágább abból a szempontból, hogy nem egy egyszerű Arduino van itt, hanem egy úgynevezett Lilipad, az pár dollárral drágább, viszont automatikusan beépített gyorsulásmérőt tartalmaz, és akkor lehet erre használni. Ami még érdekes, hogy a Excel file az egy világtérképet is tartalmaz, amelyiken azonnal lehet látni a aktuális földrengési adatokat. Tehát ez egy olyan projekt, amit akár földrajz meg a fizika órára is be lehet vinni. A következő, amit még mutatnék, az, amit én szintén megcsináltam, annak is a felét egyébként, nem az egészet, az itt van ez a szélmérő, ehhez egy read kapcsoló kell, tehát ez, ez read kapcsolóval működik, és úgy mér szélerősséget, itt pedig úgy viszi tovább magát a, a, a projektet, hogy úgy is meg lehet építeni, hogy egy kis Lego-motort hozzárakunk. Van egy világtérkép, ami az aktuális szélerősség adatokat tartalmazza, és hogyha valahová bökünk, akkor megforgatja nekünk, hogy ugyanolyan sebességgel menjen, mint ami az olyan szélerősségnél van jelen. Uh, ugye ez a következő ez megint uh, indukciós elven uh, működik és uh, ez a szélerőmű tulajdonképpen. Itt uh, azon lehet uh, uh, dolgozni, hogy uh, hogy mitől lesz minél hatékonyabb uh, a, uh, a lapátok uh, amiket uh, használunk. És hát akkor a, a, az egyik, leg, nem, még nem, előtte még itt van ez a leges, legújabb, amelyik megint egy fokkal drágább, mert egy... Ha jól emlékszem, akkor ilyen 8 dolláros eszköz az, amire szükség van hozzá. Ez egy fordulatszámmérő, vagy fordulásmérő amiből egy ilyet meg tud építeni az ember, és ezzel egyrészt távolságot lehet nagyon pontosan mérni, másrészt szögeket is, tehát szögmérőként is lehet használni, és aztán a feladat az az, hogy térképezzünk ezzel, és ez egy elsődlegesen matematikai feladat, aminek a végén a Pitagorasz tételig jutnak el. A diákok a saját méréseikből és az alapján a térképek elkészítéséből. És akkor most mutatnám a, ezt a következőt, amelyiknek pedig a biológiához is viszonylag sok keze van, vagy köze, van. Itt egy, egy kezet lehet építeni, és egy olyan kesztyűt, amivel az mozgatható. A mozgatást jelen esetben kis szervomotorok végzik, ezek a szervomotorok darabja egy dollárba kerül, tehát hogy nagyon, nagyon könnyedén összeszedhetők. És itt is szépen van felépítve, kezdődik egy biológiai résszel, milyen, uh, milyen uh, uh, csontok vannak a kezünkben, akkor építsük fel annak egy újat uh, egy szívószából, és látjuk azt, hogyha uh, meghúzzuk a belerakott uh, uh, cérnát, akkor az uh, behajlik ugyanúgy, mint az új, és akkor a következő az az, hogy akkor ezt motor uh, itt a uh, érzékelő, ez a kesztyű, ez ugyanavval a műanyaggal van megoldva, megint pár dolláros anyagról van szó, aminek a érzékenysége az a megnyújtástól függ, vagy hát az ellenállása a megnyújtástól függ, és akkor a végén elkészülhet egy olyan kesztyű, amit, hogyha én megmozgatok, akkor azt érzékeli, hogy hogyan mozog, és akár egy e, e, ilyen szervokkal irányított kezet is hasonlóan mozgat, vagy pedig, és akkor ez a amerre még tovább megy ez a e, ez a e, foglalkozás, hogyha kőpapír játszunk, akkor érzékeli, hogy éppen mit mutat az ember, követ papírt vagy ollót, és e, és akkor ebből akár statisztikákat is lehet csinálni, hogy ki milyen százalékban mit mutat, és akkor ott egy picit a, a statisztika felé fut el a, a projekt. úgyhogy ez a amit még beszerettem volna mutatni nagyjából olyan havonta megjelenik egy új ezek közül. Azt is gondolom, hogyha az ember most neki lát bevásárolni, akár az ebay akár az AliExpress-en a szükséges anyagokat, akkor azok a digitális téma hétig megérkeznek gond nélkül. És itt ezen az oldalon még egy borzasztó érdekeset lehet találni. Egyrészt vannak ilyen pici uh, 11 néhány perces uh, foglalatosságok is. Uh, az egyik az ez a, uh, a homopoláris motor építése. A uh, következő az uh, a, egy egyszerű uh, zseblámpa ledből és uh, rész uh, szalagból, uh, akkor egy uh, napelemes ház, amihez egy ilyen pár száz forintos uh, uh, kerti lámpa napelemét lehet használni. Uh, ez a uh, hullám uh, uh, mott bemutató semiféle semmiféle technika nincsen. Ez csak azért érdekes, mert gumicukorból és hurkapálcából van. Ö, gyönyörűen látszik rajta a hullámterjedés, ami egyébként, ö, hogyha ilyen gépet akar venni az ember, akkor az, ö, az ö, sok ezer forint lenne. A, ö, és ami még érdekes, hogy van itt két ilyen ö, leírás olyan képességekről, amiket nagyon-nagyon sok mindennél tud használni az ember. Az egyik ez a tekercskészítés, a másik pedig ez a hajlékony szenzorok építése, hogy azt hogyan lehet, hogy az ellenállásból az mérhető legyen. És akkor amit most következőnek szeretnék megmutatni, az az, hogy ha, megvannak ezek a projektek, akkor hogyan lehet egy picit tovább lépni velük, vagy, vagy hogyan lehet tovább menni velük. A, ez a film, ez azt mutatja meg, mert hogy talán az még elég fontos az egészből, hogy az összes projektet azt kipróbálták Sőt, együtt dolgozták ki tanárokkal, akik ilyen valódi gyerekeket tanítanak, igazi osztálytermekben. És az egyik ilyen tanárnak a diákjai, amikor ezt a kesztyűt és kezet építették, akkor azt mondták, hogy wow, de hát ezzel lehetne akár egy bábot is irányítani. És a tanár azt mondta, hogy lehetne, mit szeretnétek. 11 éves gyerekekről van szó, akik azt mondták, hogy egy sárkányt. És a itt látható sárkányt tervezték és készítették meg. Opsi. Amelyik uh, mutatom, hogy hogyan működött. Tehát, hogy... Uh, amikor az ember megcsinál egy-két ilyen projektet, akkor gond nélkül jönnek az ötletek arra, hogy hogyan lehetne még tovább vinni, hogyan lehetne továbbfejleszteni őket, és mivel minden valóban ott van hozzá, amiből az ember építkezhet, ezért ez nem olyan nehéz. És utoljára én magam szeretnék mutatni egyet, amit én csináltam. Tehát arra gondoltam, hogy hogy milyen jópofa ez a Kornoba projekt, és hogy akkor lehetne egy olyan szerkezetet építeni, amit kémia tanításhoz is lehet használni. Semmiféle bonyolult dologról nincsen szó. Annyi az egész, hogy van egy úgynevezett optorezisztort, tehát aminek a, a ellenállása az függ a beérkező fénytől. Minél több fény érkezik, azt hiszem annál nagyobb az ellenállása. Ezt egy ilyen tégeibe raktam, amin rajt, amiben belemegy egy főzőpohár. Felülről volt megvilágítva, és egy csapadékképződési reakciót játszhattam le benne, és itt pedig az arduino volt egy ö, kapcsoló gomb, amivel elindult a mérés, egy kapcsoló, amivel abba hagyta, és egyszerűen csak mérte a, ö, azt, hogy ö, ö, mekkora feszültség van. Oops. És akkor... ú, nem, nem egyszerű a dolog. Akkor ezt nem itt mutatom meg, hanem itt mutatom meg, hanem baj. Na, no, tehát, hogy ö, ö, ugye ez maga a szerkezet, így néz ki a, a kapcsolás összerakva. A, ö, tehát, tényleg nem kellett hozzá semmi. Én egy, azt szeretném hangsúlyozni, hogy én egy buta biológus vagyok. Hát, ö, nincsen semmiféle se számítástechnikai, se elektronikai hátterem. Itt van szépen leírva, hogy ez akkor hogyan néz ki, amikor szépen van ott. Itt van a mérőeszköz, ezt ugye három D nyomtatóban nyomtattam ki, alul van csinos hely a kis optorezisztornak, és akkor ez egy nátrium-tioszulfát híg, sósav reakció, és ennek a meredekségéből lehet a sebességet mérni, és utána csináltuk azt, hogy különböző koncentrációknál néztük, hogy a meredekség hogyan változik, különböző hőmérsékleteknél, hogy a meredekség hogyan változik, és lett így egy sebességmérő eszközöm, Uh, amivel ilyesmivel tudtunk játszani a diákokkal. Úgyhogy ez a, ez a saját kontribúcióm. Ugye ezen a, a projektkordobán keresztül uh, uh, tudtam az adatokat uh, rögzíteni. Uh, én tényleg azt látom, most már így többet kipróbálva uh, a az osztályteremben magam is, hogy ezek nagyon jól átgondolt, nagyon jól kitalált projektek, amelyikek attól, hogy itt kézzelfogható dolgok készülnek és a, a diákok maguk építgetnek, rettentő módon lekötik őket, és sokkal érthetőbbé válnak koncepciók, mint amikor csak a modellekről van szó. Azt talán itt nem mondtam még, hogy az alap elképzelés az az, hogy mindegyik projektben legyen valami mérnöki rész, legyen valami adatelemzés rész, és legyen valami számítástechnikával kapcsolatos rész. Ezeket mind rakják, össze, tanulják meg, és csinálják a, a diákok. Úgyhogy én arra bátorítok mindenkit, hogy éljen ezekkel az eszközökkel, használja őket a digitális témahéten. Kérdések, hogyha vannak, akkor most már tudom nézni. A, hogy mi mennyi. Én azért azt gondolom, hogy amik a, a leírásokban vannak időkeretek, azok nagyon bőségesen vannak kezelve. Az alapkészleten túl, amikre ilyen szüksége van az embernek, az egy ragasztópisztoly. A ragasztópisztoly az a ragasztó az a Jolly Joker mindenhez, e, és akkor amik, amik még e, e, remekül e, tudnak működni, ez a, a e, réz szalag. most nemrég írtam is erről a tanárblogra, e, mert hogy, hogy pont ennek kapcsán e, kezdtem el vele játszani, és mivel éppen elektromosságtan tanítottam, akkor rájöttem, hogy, hogy ez milyen remekül használható arra, hogy áramköröket készítsenek a diákok. Itt például egy párhuzamos áramkör, és akkor úgy csináltuk, hogy először felrajzoltuk a kapcsolási rajzot, és aztán ráragasztottuk, és akkor megnéztük, hogy hogyan hogy, hogy működik. Tehát a részszalag az, az, az szintén egy egy nagyon menő dolog. A sárkányos videónak egy része azt szerintem fent van az oldalon, tehát a sárkány az ott, az ott látható az oldalon, de majd megpróbálom feltölteni a Youtube-ra, ezt én csináltam most a betten, mert hogy ott is ott voltak, és ott is mutatták a sárkány magát. Még, még, még annyit, hogy van egy, tehát hogy aztán ezeket persze Akár egész történetekkel is lehet kombinálni, tehát hogyha azt mondjuk, hogy, hogy építsünk egy várost, amiben van szélerőmű, meg a kommunikáció morzével, meg tehát hogy akár erre rá lehet építeni egy, egy hosszú projektet is. Igen, igen, itt, ebben a cikkben itt írok is egy pontot, ahol, ahol megtalálható nem az én tehetségem, tehát hogy én <laughs> nagyon fontos elmondani, hogy ez ez a Hacking Stem csapatnak a tehetsége. Amennyiben nincsen több kérdés, akkor köszönjük szépen az előadást, és akkor uh, uh, További kérdések persze jöhetnek, de akkor találkozunk a következő webinár.